Nasıl sıçat evvelki geçmek için herkese video bu. Ebbe may video bu. Kiyeti yeteren be fung menni. Ugyan is minesink úgy mond a séfek. Meg fogjuk nézni, hogy melyik étterembe milyen jó főznek. Hogy adják ki nekem a musikát, mert természetesen azt fogom kérni. Szóval, kezdjük is el. Tehát itt van az ajtó, mert már jártam arra, tehát ott van egy étterem, meg ha kimegyek az ajtón, akkor mindjárt látjátok, ott van az étterem, csak egy kicsit, még kicsit be kell tölteni a csánkomnak, na mindegy is. Viszünk a házba, azt kéne megnézni, hogy van-e valami cuccunk itthon, amivel ugye tudunk fizetni egy étterembe, tehát azért nem ingyen fogunk enni az étterembe, hanem azért nyilván, hogy kell venni valamit, tehát azért támogassuk úgymond, ha már eszünk. Na mindegy, így összegyűjtöttem a ládáimból aranyrudat, 18-at, illetve smaragdot, 12 darabot. Hát természetesen ez is a Danitól van, hát ki másról lenne nekem én, és hát én nem is tudom keresni a pénzt, minden. Én azt mondom, hogy szerintem induljunk is el, becsukom az ajtót, melyikbe menjünk elsőnek? Hát... Jó, van, menjünk a nubba, vagy nubba, vagy zembub, aha, ott is van valaki az ajtón, hát azért kívülről körbenézzük, nézzük körbe, aha, jó, ablakok nincsenek meg, ez itt van egy építési hiba, pókháló, jó, hát ez már nálam egy mínuszpont, legyen 5 pont, amivel, vagy 3, vagy 4 pont, amivel el tudjuk találni, hogy jó-e van, nézzük, ajtó működik, jó, aha, jó, jó napot! Itt a séf. Jó napot, mit adhatok neked? Szeretnék kérni husikát. Sertés husikát. Mert már nagyon éhes vagyok. Jó. Gondolom készíti nekünk a rendelés, vagy felír a gyorsan a papírkájára. Foglalj helyet. Jó rendben helyet foglalok. De elsőnek is. Hát hova üljünk? Aha, hát itt az asztal fele nincs is. Még? Itt nagyon pókhálos. Hát, jó, inkább ide ülök, itt jó. Hát, de kicsit fázok, mert itt jön be, úristen, mekkora kráter van a tetőn. Ez nagyon nagy baj, ez nagyon nagy baj. Akkora kráter van a tetőn, hát látni fogom a csillagot is. Ó, Istenem, ez már nem jó, ez már 2 mínuszpont. Na, közben megérkezett az úr. Elkészült a rendelése. Uram, 2, vagy hát sertéshúsit kértem. Egyrészt ez nyers marhahús, mínusz 1 pont. 2, ez sült marhahús, amikor nem fogadnak el? Hát jó, akkor én megmegyek majd a irodába, vagy ez, hova kell menni, nem tudom már, majd Danit megkérdezem, és föl fogom jelenteni ezt az egész kócerát. Mert nézze már meg, padlom, pókháló, penészedik, penészes a fal, ki kell fizetni? És mennyit kell fizetni? Remélem jó drága. Mennyi? Mennyi lesz? Á, Isten, srácok. Istenem. 1 smarag, 4 arany. Jó. 1 smarag. 1, 2, 3, 4 arany. Jó. Szerintem, hát jó, nem fog szólni neki, szerintem még most épült, vagy valami, vagy már nagyon lelakott. Tehát a padlón penészesek, pókhálósak, még meg is ütögett a séf. Hát, ja. Jó van, hát szerintem mindjárt átmenjük a próba, hogy át fogunk menni lassan a próba. Annyi a lényeg, hogy itt elkezdjük nézni a falat, kicsit megvizsgálni a kárt, hogy van-e valami. Jó van, az ürjen betűködik, mert már nagyon kérdező van. Tehát jó, ez mínuszpont. Hazamegyek. Szerintem otthon már nincs több pénz, mert szerintem az összes ládát megnéztem, hogy van-e benne valami sem. Hát az nem tud, barkács azt mondja. Na most játok, hát egy kicsikét itt meg fog állni, vagy valami, hát azért körbenézem a dolgokat, van-e valahol valami. És elkezdünk elmenni a másikba. Remélem azért, ha már külseje jó, mert külsőleg viszont tényleg nagyon-nagyon szépen néz ki. Azért ki is fog nézni valahogy nekünk azért. De már nagyon éhes vagyok, szóval szerintem lassan is indulok. Becsukom az ajtót. Hát, menjünk arra. Ú, de jó néz ki. Azt a mindenit. Parkoló is van. Csak hát nem kocsival jöttünk, hanem
egyből két vagy egy lábunkon. Na, nézzétek, legalább itt ki is lehet ülni, nem úgy, mint a másiknál. Bemegyünk. Aha. Ott is a sép. Jó napot! Szeretnék kérni ételt. Sertés húsikát szeretnék kérni, 64-et. És ennyit szeretnék kérni. Italt, hát vizet, igen, vizet szeretnék kérni. De azért az tényleg jól jön, már nem is tudom, mikor ittam utoljára. Szóval, igen. Szeretnék kérni innit, illetve 64 darab húsikát. Fogja, hogy hát azonnal hiszem. Jó, na hát, hogy gyorsan körbenézem. Szerintem erre lesz a most, igen, erre van a mosdó. Hát mosunk is kezet. Jó, most mostuk a kezünket. Hogy az a jó, hogy lehet kintre, lentre, illetve föntre is ülni. Terasz, ó, lehet a teraszra. Azt tud elni, hogy itt nagyon jól fölülök ide a teraszra, és itt megvárom a kajámat. Hát is srácok, meséltek magatokról, hogy mi van veletek, jó-e vagytok-e, milyen az online oktatás már, akinek van. Szóval, ja. Szerintem mindjárt fog jönni az úr. Meg kéne nézni a konyhát. Körbe sem néztem. Hát amúgy igazából itt nem is kell körülnézni, mert itt nagyon jó a dolog. Na jó, itt fogunk lenni. Mi? Medencék? Na, medencék is van. Azt hittem a medencék. Itt ki kéne ugrani. Nem bírok kiugrani, nem mindegy. Jaj, majdnem esem. Aha, még oda is lehet ülni. Ez nagyon jól néz ki. De srácok, mindenféleképpen látogassatok majd el. Szerintem. Jön a pincér, jön a pincér. Ide leülünk. Aha, ott a pincér. Na, sikerült minden? Az itala. Köszönöm szépen. Aha, az lesz az a husika. Gondolom beszélni fog nekik az úriember. És az étel frissen, sőt. Aha, úristen. Köszönöm szépen. Mások egy kicsit, mert nagyon éhes vagyok. Nyom, nyom, nyom. De finom. De finom. Jó, rendben, hozza szemem. Elsőnek is. Látjátok, srácok? Váltok, bocsánat, az asztal nem tudom, mivel dobom a földre. Jól már van sűrve a hús. Finom, ropogos, úgy, ahogy szoktam enni én is. Szerintem itt csinálják az én húsikámat is. Kettő. Nagyon jól néz ki, nagyon jó az illata. Van rajta minden fűszer, minden olyasmi, ami nekünk kell. A vizet, gondolom sima víz, amit meg is iszunk. Ez is finom volt, ide ledobjuk az asztalra a üveget, mert az ugye nekünk nem kell, de azért is kell fizetni, tehát azért már ne kelljen fizetnünk. A húsikával minden rendben. Ebből azért kértem 64-et, jaj, közben fölvettem az üveget. Azért kell 62, azért nem bedobtam oda valahol. Nem tudom kiszedni. Ja, bele, lol. Na mindegy. Nem bírok kijönni. Ja, köszönöm. Jó, az úr kicsit elárítat az asztalt. Bedobom az üveget, uram, mert nekem ugye megittem a vizet. Mindjárt meg is nézzük a számlát. Jó, fölveszem a számlát, megnézem. 64 sertéshús, ajándék, víz, és olaj, plusz bóra való. Ó, értem, jó, visszaadom a számlát, uram, és akkor... Hát ez nagyon jó volt, inkább ezt adom. Ez nagyon jó volt, hát... Már majdnem... Hát, uram, nyugodtan tegyél a pénzt, majd a gazdám majd, ha még akar, akkor majd még fizetni fogunk magának, jó? Nagyon szépen közül nincs, hogy annyit megtették, hogy végignéztem, vagy megnézhetném a konyhát. Persze, jó, menjünk. De jó lesz, srácok, megnézzük a konyhát. Megnézzük, hogy csináltak finom kis husikámat. Gyorsan fussunk. Gyere, de gyors az új ember. Aztán, jó napot, uraim! Hát nagyon jól megcsinálták a húsikámat, mindent tiszteltem az önnyi, ennyit is szerettem mondani, viszontlátás uraim, viszlát további szép napot, munkát, viszlát. Ilyen jót még lehettem. Ja, viszont várjátok még, lehet még körbe szeretni nézni, mert erre nem voltam. Tehát csak fönt voltunk. Aha, jó. Hol lehet hátra menni? Ja, nem csuktam meg az ajtót. Hol lehet hátra menni? Aha, jó, erre kell. De jó, nagyon jól néz ki ez a hely. Ez a jobb paceg, ide majd el fogunk jönni Danival, az fix, hogy erre el fogunk jönni Danival. Milyen hosszú már ez járat.
Jajt, itt van az úr. Jó, na, viszlát uram! Viszlát! Viszlát! Úgy tök jó, hogy kiismerte meg, nem is. Viszlát, viszlát, viszlát. Na jó, srácok, hát köszönöm szépen, hogy megnéztük ezt a videót. Ha tetszett a videó, akkor dobjátok egy lájkot és iratkozott fel. Szerintem eldölt, hogy melyik nyerte meg a mai verseny. Természetesen, hogy a bal oldali, ami úgymond nálam a pro, a jobb oldali meg a noob. A bal oldaliban istenien főztek, másik helyen meg ugye kaptam nyers húsikát, meg ilyenek. Na mindegy, tehát srácok, köszönöm szépen a figyelmet, ha tetszett a videó, akkor dobjátok egy lájkot és iratkozzatok fel. Ha szeretnétek még ilyen hasonlító dolgokat, akkor jelezzétek a kommentbe. Én Kis voltam, sziasztok!